Én Magyar Pétertől baromira nem. Mondhatja, hogy se Orbán, se Gyurcsány, de hát ő a quintesszenciája az Orbánnak, meg a Gyurcsánynak. Orbán Viktor tartotta el, most pedig a gyurcsányi nyugdíjasoknak az álomban ökenek. Magyarán most egy dízelautónak, ami megfelel a szabványoknak, meg az elvárásoknak, tulajdonképpen már alig van károsanyag kibocsátás. Ez teljesen igaz. Ez is egy olyan no-go zóna gyakorlatilag az államnak. Te most cigányoztál egyet? Nem, én most szegregátumoztam. Ahol, ami egy szegregátumként, no-go-zónaként működik a Gödi akkumulátorgyár, és nem megy oda az állam érvényesíteni az akaratát, és tudatosan nem megy oda. Akkor mi a feladat? És az pontosan az, hogy igenis a hatóság vegye komolyan, állapítsanak meg új határidőt, tartassa be, igenis, ezt szeretnénk látni, bírságoljon, legyenek olyan jogszabályok, legyenek olyan laboratóriumok, tehát látjuk szerintem nem a feladatot. Az... Őt elrabolták, és egy alsógatyába, egy bálához kötötték, szintén Szeged határában. Na, ő érkezett meg Magyar Péterrel a hét közepén az Egyenes Beszéd stúdiójába. Sok sikert kívánok nekik. Hogy is mondjam csak, még tudnék egy-két ilyen embert mondani, aki össze kéne gyűjteni a harmadik erőként. Én a pszichiátriát javasolnám. Szeretettel köszöntöm minden kedves nézőnket, ez a Nyílt Sisak legújabb adása, én Gulyás Anita vagyok. A mai műsor első témája, hogy a kormány kínai rendőrökkel fogja fenntartani a közrendet. Beszélni fogunk arról, hogy a Gödi akugyár 88 tonna magzatkárosító anyagot bocsátott ki a levegőbe, és foglalkozni fogunk azzal, hogy pártot alapít-e Magyar Péter. Köszönöm szépen vendégeimnek, hogy elfogadták a meghívásomat. Hont András, az Átlátszó újságírója. Jó napot, estét, bármit. Vigyinger László, rapper, youtuber. Üdvözlök mindenkit. Tóth Máté, ügyvéd, energiajogász. Üdvözlet. És Konyi Kis Botond, a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnöke. Üdvözlök mindenkit. Kezdjük első témánkkal. A kínai rendőrök a magyarokkal közösen látnak majd el járőrszolgálatot hazánkban, ugyanis erről állapodott meg Pintér Sándor, a kínai közbiztonsági miniszterrel február közepén. A belügyminisztérium álláspontja szerint így javítják a belbiztonságot és a közrendet. Szuverenitási kérdéseket is felvett a kínai rendőrök beengedése Magyarországra, értékelte a helyzetet a 24.hu kérdésére egy nemzetközi kapcsolatok szakértő. Egyelőre nem világos, hogy a magyar kormány mit kap ezért cserébe, annyit tudunk, hogy a Kína kísérleti jelleggel vízummentes beutazást tesz lehetővé a magyaroknak. Milyen valós célt szolgálhat egyébként ez, hogy a kínai rendőröket ide küldik, András? Valószínűleg a cél az amit a kormány, még ha nem is kellő hangerővel, de mond, vagy legalábbis utal rá, hogy rengeteg kínai érkezett Magyarországra, ráadásul bővülnek a gazdasági kapcsolatok Kínával. Ez nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy a kínaiak közötti konfliktusok is nagy számban nőnek. Nyilvánvalóan megjelent már réges-régen a kínai maffia. Ez önmagában nem szokatlan, hogy államok ilyen megállapodást kötnek, és rendőrségi együttműködések vannak. Volt ennél az ország elmúlt 30-valahány éves történetében szenzitívebb együttműködés, amihez én szerintem nagyobb aggályokat vetett fel. Például, hogy a magyar szervezett bűnözés elleni egységeket, azt részben amerikaiak képezték ki a 90-es években. Az egy kicsikét súlyosabb, mint az, hogy kínai rendőrök igazoltatnak. Ami igazán baj ezzel, az a kínai állam szerepe és a kínai állam hozzáállása a saját polgáraihoz. Nem a magyaroknak, meg a filippinoknak, meg a nem tudom kiknek van ettől elsősorban félnivalója, hanem olyan kínai rendszer ellenzékieknek, vagy kínai állam nem feltétlen híveinek, akik itt telepedtek meg Magyarországon. Mert hogy velük mit csinál a kínai rendőrség, róluk milyen adatokat szed össze velük, aztán mit kezd otthon a családjával, na ez amit nem tudunk. Hát igen, de az mennyire biztos, hogy a magyaroknak nincs itt semmi félnivalója, illetve amit mondott, ugye ez a, hogy szuverenitási kérdéseket is felvett ez a dolog. Mitől kéne félniük? A kínai rendőröktől? Hát igen, ugye az azért nincs kimondva, hogy a kínai rendőr csak kínait igazoltathat. Jó, hát, itt szerintem azért egy csomó, hát érdemes azért lehántani a teljesen alaptalan aggodalmakat és a valódira koncentrálni, mert hogy
én is olvastam már, tehát megy a latolgatás, hogy akkor mit kell csinálni, ha megállít egy kínai rendőr, meg hogy eljárhat-e veled szembe. Abszolút, tehát, hogy, tehát nyilvánvaló módon az nem fog megtörténni, hogy a, mondjuk a közúti forgalmi igazoltatásnál egy kínai rendőr állít meg, vagy a jó tündért, és mondja neki, hogy ugye hármat kérhetsz, meg mondja, hogy forgalmit, jogosítvány személyt. Tehát nem, ezek nem életszerű helyzetek, nem ez fog praktikusan történni. Ahogy azért az is, nem tudom, hogy mennyire valós aggodalom, amit szintén olvasni, hogy ezzel, ugye ezek a rendőrök valójában titkosszolgálati szerepet fognak itt betölteni Magyarországon, ugye nem tudjuk, hogy mennyien lesznek, azért jelenleg a 21. században, a mindenféle kémszoftverek korában, meg ahol a TikTok, ami maga egy kínai platform, kémszoftver, ami tényleg így működik, és gyűjti az adatokat, tehát inkább talán ott van most már a fókusza ezeknek a tevékenységeknek, nem a járőröző kínai rendőrben. Ráadásul a TikTok az egyszerre tölt be ilyen kémszoftver titkosszolgálati funkciókat, és egyébként meg egy ötödik hadoszlopként formálja is itt a közvélemény, mert ugye olyan tartalmakat szabadít rá, csak itt nyugaton a fiatalokra, akik ugye festegetik a körmüket a fiúcskák, meg szidják a fehér patriarhátust, ami elképzelhetetlen lenne Kínában. Tehát ott például egy ilyen betűleves tartalom, preferáció elképzelhetetlen lenne. Szóval, hogy kontextusában érdemes ezeket az aggodalmakat kezelni, viszont ami valós és amivel foglalkozni kell, azért az a szuverenitási horizont. Mert az, hogy értem én, hogy jelenleg 51 országgal van, vagy 51 ilyen bilaterális megállapodása van a kínaiaknak mindenféle rendőrségi jelenlét fenntartására más országokkal, Svájcban, meg Franciaországban is volt ilyen, de azért, ha megjelenik egy kínai autoritást képviselő személy a magyar közterületen, azért az, tehát érdemes eljátszani a gondolattal, hogy az milyen módon olvasztja a magyar államnak tényleg a szuverenitást, ami a saját területén, az itt tartózkodó honosok és idegenekre alkalmazandó. Tehát, hogyha komolyan veszük a szuverenitást, és nem egy üres hívószó, akkor azért ezekre a hírekre fel kell, hogy kapjuk a fejünket, mert hogy ez a valós aggály, és akkor itt már azért vannak kérdéseink, vagy kérdéseim nekem is, hogy vajon ugye ténylegesen hogy néz ki, milyen jogosultságai vannak ezeknek a kínai rendőröknek. Most értjük azt a turizmus apropót, sok kínai tartózkodik Magyarországon, de ezt a közös járőrözést is majd hogy érdemes elképzelni fizikailag, hogy sétál a magyar meg a kínai rendőr a Dunaparton, és ha látják, hogy az ujgur süllyed el a Dunába és kiabál, hogy help, help, akkor megállapítják, hogy miért angolul tanult, miért nem úszni, és mennek tovább. Tehát, hogy nyilván nehéz az élethelyzeteket praktikusan megkeresni. Hát meg, hogy milyen hatásköre lesz a kínai pontosan, rendőr. Pontosan. Igen. Tehát, hogyha az első és nyilván teljesen üres aggodalmakat félre is tesszük, akkor is marad egy csomó kérdés, ami viszont mind pontosan azt feszegeti, hogy Magyarországon a magyar szuverenitás, ami ráadásul szerintem helyes, hogy homloktérbe is került, mint téma, az milyen módon, akkor ez, hogy érezzük azt, hogy esetleg érinti-e? Nyilvánvaló módon az ezzel kapcsolatos aggodalmak tekintetében örülünk azoknak a hangoknak is, akik szintén most a szuverenitásért aggódnak, de mondjuk nem hiteles persze feltétlenül azoktól, és ez az utolsó gondolat csak ide, akiket mondjuk nem zavar a political capital, pressman, tényleg ezek az aktivitások, meg a korányi Dávid, meg a Action for Democracy. Tehát jó, hogy szuverenitásért aggódnak olyanok is, akiknek eddig nem volt ezzel gondjuk, de talán legyünk igazságosak, és aggódjunk mindenhol, a kínai rendőrnél is, meg az Action for Democracy-nál is. Igen, ami miatt itt így az aggódás felől közelítettem meg a témát, az, hogy ugye ez a nemzetközi kapcsolatok szakértő még itt más dolgokat is mondott, idéznék még tőle. Egy pillanatig ne gondoljuk azt, hogy ezek klasszikus rendőri szerepek. A kínai rendőr külföldön a kínai kormány érdekeit, elsősorban politikai érdekeit képviseli. A kínai hatóság már az eredet történetét tekintve is politikai szereplő, harmadik országban pedig lényegében nemzetbiztonsági ügynökkém, ugye ezt mondta ez az ember a 24.hu-nak. Botond, akkor ezekről mi a véleményed?
Nekem elsősorban azért az a nagy kérdésem, hogy ha azt feltételezzük, amiről itt már szó volt, meg amiről ti is beszéltetek, hogy a kínai rendőr azért jön ide, hogy az itt élő kínai diaszpórával és az itteni kínai kolóniával foglalkozzon, akkor az hogyan lesz pontosan megfogalmazva és jogszabályba öltöztetve, hogy nemzetiségi alapon, vagy hogy még többet mondjuk faji alapon fogja diszkriminálni az a kínai rendőr azokat az itt élő embereket, Magyarország területén élő embereket, akikkel szemben eljárhat, és faji alapon pedig azt mondja, hogy akikkel szemben nem járhatok el, ott nem. Szóval szerintem ez irreális, ilyen nincs. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy... Állampolgársági alapon eljárhat, tehát amúgy is ráadásul ugye a kínai jogszabályok extraterritoriális jelleggel, mint büntető jogszabályok, azok Magyarországon is betartathatók. Így kell eljárni egy kínai állampolgárnak, a magyar elkéri az igazolványát, kiderül, hogy kínai, odaadja a kínainak. Az élethelyzet feltárásában azért nem olyan nehéz. Közös járőrözés. Szabályos kínai negyedek jöttek létre már Magyarországon. Persze, a Jungis, az világos. Megnézed a csúcsformában, a Jackie Chan-nel, meg a jó, de ez amerikai akkor is Magyarország. Fekával. Tehát én értem, hogy kínai állampolgár, kínai rendőr ez közösen a magyarral, de Magyarország. A magyar jogszabály járunk el. Én akkor én vagyok az, aki ezen nem nagyon aggódik. És az az igazság, hogy az a baj ezekkel a beszélgetésekkel sokszor, hogy bedobunk egy témát, és akkor próbálunk ilyen hatalmas hullámokat gerészteni köré, meg azt csinálni, hogy hú, most mi fog történni Kínát. Hát nem igazából életen. Ezeket nagyon sok helyen olvasni. Kicsit tisztázni kéne azt, hogy egyáltalán mi történt Kínával. Itt például arra is gondolok, hogy mikor aggódnak, hogy az itteni kínai ellenzékiekkel mi fog történni. Meg mikor beszélnek arról, hogy Kínában mi van. Kína másképpen működik, mint más nagy birodalmak, azt például tudni kell, hogy az úgynevezett idézőjelbe vett gyarmatosítását, azt nem háborúkon keresztül valósítja meg a világot illetően, hanem gazdasági kapcsolatokkal. Tehát az ide érkezett kínai közösség, az félreértés ne essék, lehet, hogy van köztük pár politikai lázadó, aki ide menekült, meg Amerikába, de ez nagy számokban nem jellemző. Ezek a kínaiak, ezek küldve vannak mindenhova a világon, szerte széjjel, sőt, hangsúlyozom, hogy még adót is fizetnek a kínai államnak. A kínai állam az nem egy kommunista ország, az egy császárság, aki még a triádokkal is szoros kapcsolatot ápol, tehát lefedi a kínaiaknak az összes tevékenységét, és ezek így jelennek meg a világon mindenhol. Tehát a közösség termeli a pénzt, gazdasági kapcsolatokat épít, viszont egy rendkívül zárkózott közösség, tehát most ezzel szoktak viccelődni, hogy kilátott Magyarországon kínai temetést, meg ilyeneket. Tehát, hogy ezek nem nagyon jellemzőek, hogy belelátunk a viszonyrendszereikbe, és mivel köztük vannak olyan esetek, mert hogyha most amit egymás között elrendeznek, és az minket nem érint, arról nem is tudunk. De hogyha történik, amint az András mondta, hogy egyre számosabb lesz a közösség, és egyre több probléma lehet, ott szükség van olyanra, hogy bevonjanak kínai rendőröket bűnfelderítésbe, egyáltalán kapcsolatteremtésbe, hogy beszélt, hogy most hogy fognak járőrözni, nem láttunk erről papírokat, tehát mikor előjövünk az, hogy majd vezetünk hazafelé, és akkor megállít minket egy kínai rendőr, vagy a nyilván kínai nem, az, ilyen. Majd ott a magyarok bűnfelderítésében részt vesz, tehát aranyos történt, nyilvánvalóan ez többnyire arról fog szólni, hogy mikor van egy olyan ügy, akkor bevonnak ebbe kínai szakembereket. Persze lehet ezt a szuverenitás jegyében úgy is csinálni, hogy ide hívnak nyomozókat, és akkor nyitnak egy kínai ügyek osztályát, és akkor a kínai szakember azt mondja, hogy akkor én fordítok, meg segítek ügyet feltárni, de nem gondolom azt, hogy itt attól kéne félni, hogy ezzel sérül a szuverenitás. Viszont az, bocsánat, az nem pont azt erősíti, hogy dehogy nem. Hát most elmondtad két lépcsőben, hogy egyrészt ide jönnek olyan kínaiak, akik maguk is egy zárt rendszerben élnek itt, és küldik őket, majd utánuk küldik a rendőröket. Hát nekem ugye jogászként a középkori széthulló német fejedelemséget. Segítenek bűnügyeket földeríteni, de amiről látom. Beszéltél, nagyon jó felvetés, a szuverenitás. Tehát egyet kell megérteni, hogy jelen világban a hagyományos értelembe vett szuverenitás, az ugyanúgy, mint egyébként a politikai elvek mentén való megnyilvánulás, idejét módolok. Tehát egy a száz év is az. A világ mutatja, hogy összekötöttség van. Na most a magyar állam, ezt most, hogy
ki hogy dönti el, hogy helyes vagy helytelen, meghatározott egy politikát, amiben a saját holtjátékát akarja lazábra venni a nyugat római birodalommal szemben, nyitott egy keleti partner felé is. Persze a keleti partner a nyugat római birodalmat is szándékozik megszállni a általam egyébként egyáltalán nem támogatott akkumulátorokon és zöld autókon keresztül, de ez a kapitalizmusnak az újraformálása, és a magyar alkupozíció azáltal lesz erősebb a másik birodalmi tényezővel szemben, hogy megerősíti magát a kínai partnerrel. Mondjuk a Sejem-útról ne is beszéljünk, hogy például a hollandok nem véletlenül vannak kiakadva, hogy majd nem Rotterdamba megy a kínai járó, hanem Magyarországon keresztül fog ez utazni. Tehát itt egy komplex játékot látunk, és ennek fényében és tükrében értelmezhető szerintem ez a rendőr történet is, de várjuk meg, hogy mi lesz a vége. Na de én a szuverenitásról azért még beszélnék, mert annak az egy másik aspektusa is szerintem igazán fontos, mert hogy azért mégiscsak kapjuk fel arra a fejünket, hogy a kínai közbiztonsági miniszterrel kötöttünk most, vagy kötött most Pintér Sándor egy megállapodást, azzal a kínai állammal és közbiztonsági miniszterrel, ahol tudjuk jól, hogy a legbrutálisabb megfigyelési totális kontroll diktatúra van kiépülve, nem tudom, hogy arra emlékeztek-e, Covid utáni, vagy Covid közben időszak volt, hogy volt egy nagy pénzügyi tüntetés sorozat Kínában, talán Pekingben, ahol éppenséggel a hasonló, ez a közbiztonsági miniszter elrendelte, hogy azok az emberek, akik kimentek tüntetni, hogy miért van zárolva a bankszámlájuk, azoknak az embereknek hirtelennyében a Covid státuszt igazoló applikációjuk vörösre változott, és nem hagyhatták el az otthonukat. Tehát ezzel a Kínával köti most meg Magyarország, és nekem ez az igazán vészjósló, mert az, hogy a kínai államnak az az érdeke, hogy ide küldje a saját rendőreit, hogy az itt lévő embereket, egyébként nem az itt lévő kínai közösséget akarja én szerintem olyan hűden nagyon ellenőrizni, hanem az ide jövő kínai beruházásokra akarja a kezét rátenni, mert az aztán igazán fontos neki. Mert egyébként kínai vendégmunkásról nagyon nincsen szó. Fülöp-szigeteki vendégmunkás, vietnami, ezekről van szó. A kínaiak nem jönnek ide döntő részében vendégmunkásnak, viszont a beruházásokat azokat idehozzák. Na, azokat nyilván felügyelni akarják. Viszont, hogy Magyarország mit ad cserébe azért, hogy ezt megengedjük mi a kínaiaknak, hát nekem nagyon nagy félelmem, és az a vészjósló, hogy azt, hogy ezt a megfigyelési diktatúrát, ennek mindenféle technológiai igényét és vonatkozását, ezt akkor erre be tudja nyújtani Pintér Sándor. Szerintem ezen is túl vagyunk. Szerintem Lászlónak abban igaza van, hogy az a fajta szuverenitás, amiről például a kormány is papol, legalább 100 éve nem létezik. A világ összeért, egybefolynak, nagyon sok esetben, akik egy néphez tartozónak vallják magukat, ráadásul annak a népnek a kialakult kultúráját őrzik és szabályrendszerét követik, területileg máshogy élnek. Például ezért szoktak ilyen rendőrségi együttműködések lenni, a szuverenitására oly kényes Amerikai Egyesült Államok azért bevonja az olasz meg ír rendőrséget abban az esetben, hogyha az olasz vagy az ír maffiáról van szó. Az Egyesült Államokban arról már ne is beszéljünk, hogy az Egyesült Államok kábítószerellenes hatósága, mint hatóság jár el Kolumbiában és Mexikóban, és így tovább. Szóval én azt gondolom, hogy ez nem ezen múlik, és a másik része pedig, hogy a megfigyelés az nem csak kínai import lehet, azért az amerikai működik máshonnan is, már így élünk, ezzel vagy együtt él az ember, pontosan tudja azt, hogy a Facebookon rákeres valamire, vagy sőt, bemond a telefonba egy nevet, akkor a következő 10 másodpercben a számítógépének összes létező alkalmazása erre az üzleti célra van optimalizálva. Szóval vagy ezt tudomásul vesszük, vagy pedig mint a Hamas, elvonul a digitális kőkorszakba. De azért szerintem ne csináljuk ugyanazt, mint hogyha nem választan el világokat még most is, vagy nem világok választanák el mondjuk a mostani magyarországi szintet a kínai tech diktatúrától. Tehát ezért igenis óriási különbségek vannak, de nem tudom azt arra emlékszel. Persze, de ez a megtorlásban van különbség. Szokta mondani, hogy az Európa Tanácsban találta meg éppen egy ilyen előterjesztésben, hogy melyik kettő európai állam volt az, amelyik a Covid idejében Covid nyilvántartó és ilyen piros, fehér, zöld, piros, sárga színekkel minket korlátozó applikációt meg akart rendelni, Franciaország és Magyarország. Végül is nem lett ebből Magyarországon semmi, de Magyarország volt az, amely az Európai Unió tagállamai közül fontolgatta azt, hogy szeretne egy ilyen applikációt bevezetni.
Hát most úgy látszik, hogy, hogy előre haladottabb lesz ez a folyamat, mert Kínával... Szerintem valószínűleg azért, mert nagy volt rajta az ár is, és lehetett csendcselni. Tehát itt a mi szuverenitásunkat féltem ebben, tehát nem a Magyarország nevű államnak szuverenitása, hanem az állampolgári szuverenitás az igenis veszélyben van. Hát meg azért azt gondolom, hogy az viszont nem a kínai rendőrtől, hanem a kínai pénztől kell félteni. Meg a magyar állam, az egy izgalmasabb horizont. Magyar vasút fejlesztés az most jelen pillanatban azon áll vagy bukik, hogy hajlandóak megmozdítani a valagukat a Belgrád-Budapest vasútvonalon, az szerintem sokkal jobban érinti a magyar emberek mindennapi komfortját és szuverenitását. Hát amúgy szerintem ez az izgalmas, ugye jogilag azért most pár dolog összekeveredett, csak fél mondat, hogy az, hogy az országok között Amerika és mondjuk az olasz vagy ír, ugye maffia okán az olasz ír hatósággal való együttműködés, hogy van bűnügyi jogsegély, hogy léteznek bilaterális hatósági együttműködések bűneljárásban, az egy egészen más dolog, mint a hír, hogy fizikailag egy ország területén együtt járőröznek. Tehát, hogy én azért ezt egy más dimenzióban látom, és azért én szeretnék abba hinni, hogy valami értelme marad a szuverenitásnak, mert ha nincs szuverenitás 100 éve, és ez már csak egy lőzünk, akkor az azt jelenti, hogy nincs állam, mert az az állam, amelyiknek nincs szuverenitás, és nem tudja megvédeni a szuverenitását, az már nem állam. És akkor ott felmerülnek a kérdések. Ebben a fázisban vagyunk. Hol születnek a döntések? Viszont itt érünk át, szerintem az izgalmas dimenzióban, hogy talán amitől félni kell, az tényleg nem a kínai járőr az utcákon, akik ráadásul együtt menetel egy magyar rendőrrel, hanem tényleg az a CBDC, az a digitális pénz, amiről most szó van, az a digitális szuverenitási szabályozást, amit az Európai Bizottság vonatkozó jogszabályokán most már csak Brüsszelbe és nem a tagállamokba lehet szabályozni. Most már a mesterséges intelligencia szabályozása is elkerült Magyarországtól kézen közön. Tehát, hogy ezek, és tényleg ugye a pénz, készpénz használat, ez az a horizont, ahol, és nem a fizikai járőr az, aki hát, igazán ugye, a szuverenitást. Ugye félő, hogy ez meg valaminek a kezdete? Tehát ugyanúgy, igen, ahogy behoztak mondjuk egy darab kínai akugyárat, aztán már látjuk, hogy 30-33, nem tudom mennyit akar. Is, de hozzátéve, tehát amiről beszélünk, ez a digitális megfigyelés. Tehát egyet ne felejtsünk el, hogy itt a nyakörv. De nem nyakörv, ez Laci. Nyakörv. Nekem egy barátom fél évig élt Kínában. Találkozott egy kazak lánnyal, aki akkor ott kormányellenes tüntetéseken részt vett. Azért, mert ez a barátom találkozott ezzel az ellenzéki kazak lánnyal, ezért ő 3 napig nem használhatta a bankkártyáját. Hát nem élsz ma még ebben Magyarországon. Nem mondd már azt, hogy azért, mert itt a kötyű, ezért ugyanaz van. Hát ezt ne jussunk el idáig. Csak egyet meg kell érted, nem fogsz idáig eljutni. És hát, mert Orbán Viktor megvéd minket. Hát nem, Kanadában ugyanúgy elvették a pénzét a tüntetőknek. Tehát ez se ért, elmondom, mi a történet. Minden országban, és ezt nagyon megfigyelik, akik hatalmat gyakorolnak, megnézik, hogy mi a népnek az igénye. A kínaiak teljesen más filozófiai és vallási alapon állnak, mint a magyarok. És a kanadaiak is? A kanadaiak is, a maguk módján. Ja, mi néztünk ilyen statisztikákat egyébként a főiskolán, pontosan. Aha. A magyarokat, például a magyar egy rendkívül individualista nép, és macsó. Magyarán egy magyar például egyáltalán nem érdekel annyira, hogy a választás átlátható legyen, Józsi bácsi korrupt, semmi, azt viszont nem szereti, ha megmondják neki, hogy mikor feküdjön le aludni, kivel dugjon, hova menjen a szórakozni, stb. Tehát kényes erre a közvetlen személy szabadságára, ezt még a Kádár Jánosnak itt szem előtt kellett tartani. Tehát, hogy valaki itt hatalmat akar gyakorolni, mint az Orbán Viktor, ki kell mérni, hogy hol kattintva. Nem a Magyar Péter fogja bekattintani a magyarokat, hanem hogyha megmondják neked, pedig a neve alapján kéne. Ez a válasz a kérdésetekre szerintem teljesen igaza van a Dokmennek. A szuverenitásunk a kultúránkban rejlik. Igen, nem a németeknél a legátláthatóbb választással megszavazzák, hogy mi van, de mikor neki azt mondják, hogy a Covidon otthon maradsz, öcsém, a német nem megy ki. A spanyol az kiszökik, haza kell küldeni. A kínai, az pedig mióta a világ császárságba él. Amit ti mondtok, abból az következik, hogy Hunyadi Jánosnak azt kellett volna mondania 500 évvel ezelőtt, hogy gyerekek, ne menjünk, fegyverkezzünk már föl itt a törökkel szemben, hát legfeljebb bejönnek, úgyse tudják a magyar itt átalakítani a törökök. Max járőröznek. 150 éve keresztül, nem is mi megőrizzük. 1541-ben volt ilyen, nem Izabella királynővel, hogy jöttek Budára járőrözni. Nem is tudták, de abban még nem következik az, hogy az lett volna a jó politika, hogy azt mondjuk, hogy föltesszük a kezünket, gyerekek, gyertek szabadon. De
lelki mondat. És akkor tovább is senki nem mondott ilyet, hogy tegyük fel a kezünket, ha megpróbáltunk egy intézkedésnek a valós súlyát, vagy egy intézkedés valós súlyát elhelyezni. Nem, elbagatelizálni igyekeztek ezt az egész digitális megfigyelési rendszert. Nem, hanem azt mondjuk, hogy ez alapvetően nem Kínához kötődik, és Kína nem fogja tudni Magyarországon megcsinálni azt, amit Kínában. Ott nem a megfigyelés technikai része a lényeges, hanem az, hogy ez egy kommunista terrorállam. Kínánál még maradhatunk, de annyiban, hogy ugye Kína akkumulátorgyárokat épít, folyamatosan ugye hazánk területén. Az Átlátszó által közölt hír, hogy a Gödi akkugyárból 88 tonnányi magzatkárosító oldószer távozott a levegőbe, a dolgozók szervezetében pedig nehéz fémeket mutattak ki. Itt ugye az elektroda gyártás során használt úgynevezett NMP, ugye nitrogénmetil-2-pirolidon nevű mérgező anyag, ami a szaporító szervrendszert károsítja, vetélést okozhat és rendellenes magzati fejlődést eredményezhet, ezt mutatták ki, és ugye 21-ben a Gödi kútvízben is már kimutatták a jelenlétét, de a hatóságok szerint nem volt bizonyított, hogy a szennyezés az akugyárból származik, hogy miért nem volt ugye bizonyítható. Erre ugye azt tudjuk, hogy nem működtek monitoring kutak a gyár területén, mert hogy a gyár nem jelentős környezeti hatása miatt ezt nem írták elő, illetve a légszennyező anyagot a Samsung saját mérései alapján ugye azt mondta, hogy nem éri el a határértéket, csak hogy ezt a határértéket ugye 150 mg per köbméterre vitték, a 2 mg per köbméterről. Na most, hogy változtathatja így meg a gyár ezeket a szabályokat, hogy szegheti meg ezeket a fennálló rendeleteket, a Máté? A probléma elképesztően súlyos, tehát ezek nyilván nagyon, nagyon súlyos vádak, és ha így van, nyilvánvaló módon az nem történhet meg jogszerűen, hogy maga felé hajlítson valaki jogszabályi kötelezettséget, jogszabályi határértékeket lefele, mert hogy az a logikája a közigazgatási jognak, hogy ugyan van hatósági szerződés, lehet vállalni kötelezettséget, de hogy ez tipikusan valami olyan a jogszabály céljának megfelelő irányt jelent, ami közös érdek, állami érdek. Ez nem az, hogy valaki könnyebb feltételeket és magasabb szennyezőértéket állíthat be magának, tehát ez nem történhet meg. Én egy lépéssel éppen ezért hátrébb lépnék, mert szerintem az a nagy kép, csak hogy értsük a teljes dimenziót, hogy itt, és szerintem ez tényleg minden szála világossá válik az akkugyár dilemmának, hogy van az egyik oldalon az a mondás, hogy ebbe az irányba megy a világ, a fejünk fölött eldőlt, ugye eldöntötte az EU az elektrifikációt, 2035-től nem lesznek belső égésű motorokkal ellátott autók forgalomba helyezve, és a többi, tehát itt nincs választásunk, öldöklő küzdelem van a katódgyárakért, ezt akarják a bajorok, ezt akarják most már a spanyolok, franciák is, ha nem akarunk új ludditák lenni, nem akarunk kimaradni az új ipari forradalomból, akkor igenis be kell szállni ebbe. De azért ugye ott a másik teljesen valid érv, hogy senki sem akar a hátsó kertjébe katódgyárat, senki sem akar 88 tonna, ugye ez volt az érték, amit az Átlátszó kikutatott, ilyen ez az N-metil-2 pirolidon nevű vegyületet, nyilvánvaló módon senki sem akar, és nem akarjuk, hogy a GDP-n csak egy átfolyótétel legyen az, hogy itt szerelik össze a filipinok az akkumulátorokat és a többi. Tehát nyilván teljesen validak ezek a szempontok. Hogyha mind a kettőt kitesszük a térképre, akkor a kettő között én feladatokat látok, nagyon súlyos feladatokat, amik megoldandók. Ilyen feladat nyilvánvaló módon az, hogy azért lássuk be, hogy a magyar környezetvédelmi engedélyezés, a jogszabályi környezetre gondolok, azért az a 90-es évek közepén került kigondolásra, amikor még nem is hallottunk katódgyártásról, akkumulátorokról, tehát így megmerem kockáztatni, hogy nem alkalmas rá az a mostani magyar jogszabályi környezet, kezdve a környezetvédelmi törvénytől le egészen a hatósági rendeletekig, ezeket muszáj újra gombolni az új technológia okán. A másik, és én ezt egyébként már egy éve elmondtam, vagy leírtam, ezek szerintem nagyon súlyos feladatok a jogalkotó felé is, a hatósági gyakorlatot is újra kell gombolni, mert jelenleg az a laboratóriumi, vizsgálati, eszköztár, szempontrendszer, infrastruktúra sem alkalmas, amilyen új kihívások, szennyezések merültek fel, tehát a klasszikus szempontrendszer a pontforrásokra. Nem vagyok nyilvánvaló módon műszaki szakember, de jogi oldalról nyilván vett fel kérdéseket, hogy vajon alkalmas-e minden élethelyzetre a nem erre kitalált határértékek rendszere, ellenőrzés rendszere, hatóság rendszere. Szintén probléma szerintem, és ez is egy nagyon fontos feladat, amikor
azt keressük, hogy mit kellene tenni, hogy azért államigazgatási tapasztalat, hogy ahol nincs meg az egy konkrét felelős, ott bizony elveszi kézen közön a felelősség. Tehát körülbelül akkora téma már, ugye 2030-ra az autóipar és az ahhoz kapcsolódó, tehát akkumulátorgyártás és más infrastruktúra a magyar GDP-nek 12-15%-a lesz várhatóan, hatalmas szelet. Tehát, hogy ez nem teszi szükségessé, hogy legyen ennek mondjuk egy csúcsminisztériuma, egy csúcshatóság, aminek csak ez a dolga, hogy az ezekkel kapcsolatos hatósági, meg egyéb kérdéseket gatyába rázza, hogy Paks 2-nek is volt saját minisztériuma, amikor ugye az prioritás volt a kormány számára. Nem, csak minisztere volt, minisztériuma nem volt. Tárcanélkül miniszter volt a süli. Igen, de hogy ugye láttunk egy felelőst, és az a felelős el is tűnt valami jogból, tehát lehet, hogy ott következmény lemonás is volt, nem tudom, ezt csak azért mondom, hogy ugye a magyar államigazgatásban Csányi ennek van értelme. Csányi Sándor süllyedt a NER ranglétrán, ennek következtében az emberei is süllyedtek vele. Tehát körülbelül ez a mély szakmai megfontolás mögötte. Itt viszont lehetne egy valódi mély szakmai megfontolás, csak azt akarom mondani, hogy kellenének a felelősségi pontok, és nyilvánvaló módon ebbe az is beletartozik, hogy ugye a vízgazdálkodás legyen átgondolva. Én ezt megint egy éve mondom, hogy a jelenleg 42 terawattóra villanyfogyasztása a Magyarországnak, aminek így is 30%-a importtal kezelt, ez 2030-ra 60 terawattóra lesz pontosan az ipari bővülés miatt. Tehát ez egy olyan feladatot jelent, kiegyenlítő energia igényt is jelent, tehát nem lehet ezt csak naperőművekkel megoldani, hogy annyi feladatot kibont, hogy ezeket a feladatokat kellene most már igen katonásan látni, megválaszolni, mert hogy e között a két nagy mondás között ezek a feladatok feszülnek felkiáltójelként, és ezeket bizony nagyon súlyosan kezelni kellene. Szerintem ez a szuverenitás kérdés. És szerintem ez sokkal aggályosabb a magyar szuverenitásra, mint a kínai rendőr. Mint a rendőr. Az, hogy mindenféle minden kétséget kizáró bizonyítás nélkül kizárják a belső égésű motorokat az Európai Unióban egy idő után, tehát hogy nem lehet új ilyen autókat gyártani. Most azért mondom, hogy minden kétséget kizáró bizonyítás nélkül, mert ha mondok valamit az elektromos autók versus belső égésű motorokkal működő autókról, abban az esetben kapok másnap 30 levelet, hogy akik az elektromos autógyártásban érdekeltek, azok megírják, hogy már pedig rosszul tudom, ha pedig enyhé, akkor meg a másik oldal. Szóval summa summarum, ez nem egy tudományos tény, amit felsorakoztattak az elektromos autók mellett, hanem sokkal inkább nyugati hype-nak, kampánynak, trendnek, divatnak tűnik, még akkor is, hogyha kiderülhet az, hogy emögött a divat mögött végül is józan megfontolás áll, és úgy lesz ez helyes a Földnek. De ezt ma nem tudjuk, mert például Lengyelországban, ahol csak szén üzemű erőmű van. Vannak, ott egy elektromos autó, miután az áram, amit elhasznál, azt szén erőművekben termelik meg, környezetszennyezőbb, mint egy benzines autó. És ugye az maga az akkumulátor is, hogy ugye egy teljes életciklust kell nézni egy autónál, az akkumulátor megtermelésétől, a használt akkumulátorok elhelyezéséig, és ez így önmagában már nagyon is aggasztó. Simán is egyszerűen ez a rablás, ez a magyar természeti kincseknek a kirablása, ami ezzel kapcsolatban zajlik. Én nem értek azzal egyet, hogy itt újra kéne gombolni, azért mert elavult jogszabályok vannak. Ezek direkt ilyen jogszabályok, hogy a nyugati befektető, az se környezetvédelmi, se munkajogi szigorú feltételeknek ne kelljen, hogy megfeleljen, mint a saját hazájában. A Gelsenkircheni, meg Stuttgarti, meg egyéb felső középosztálybéli körmét lakkozó, nem tudom kicsoda, az összes létező környezetkárosító problémáját áttolja a perifériára, például Magyarországra. Rohadt könnyű környezetbarátnak lenni Münchenben és Hamburgban, miközben az ezzel kapcsolatos összes káros gyári tevékenységet mi és más nehezebb sorsú országok látják el. De most rájuk, akkor más szabályok vonatkoznak, mert hogyha elavultak is ezek a szabályozások, akkor is ugye itt hatalmas túllépések van, hogy 2 mg helyett 150, illetve a nikkel-kobaltnál írják, ugye először 10-20-szoros, aztán 250-szeres a nikkelnek a mennyisége, tehát akkor még az elavult szabályokhoz képest is nagyon hatalmas itt a károsanyag szennyezés.
És ugye akkor itt az autóknál már nem tudjuk nézni ezt a hosszú távú hasznot, ami még mindig nem is bizonyított, hanem most ezzel a jelenlegi problémával is kellene egy kicsit valamit kezdeni, ugyanis Gödön nekem is van egy ismerősem ismerőse, kicsi gyerekek vannak, újépítésű ház, nekem és most fogták magukat, elköltöznek, eladják a... Eladják a bútorokat, mert a házat nem is tudják, eladják a bútorokat, amit tudnak értékesítenek, és el kell, hogy költözzenek Gödről, mert hogy kisgyermekekkel ők nem hajlandók tovább ott élni. Tehát az eddigi van, életvitelüket kell feladják. Nekem erről a Gentlemanus című film jut az eszembe, ami egy amerikai történet, Eddie Murphyvel a főszerepben, és a politika körül folyik a történet. Na mindegy, egy pont ilyen hasonló időről van szó, egy villanyvezeték megy valahol, ami miatt a lakosságnak rákos betegségei vannak, és akkor ezt igyekeznek elsikálni. Szóval egyet kell megérteni, hogy én megértem a környezetért való aggodalmat, és jó magam hiszek abban, hogy az egyensúlyra érdemes lenne figyelni az emberiségnek, de ugye ez az, amikor a fogyasztói kapitalizmus irányítja a környezetvédelmet is, de nem akarom magam kaserolni, hogy most ezt már évekkel ezelőtt észrevettem, de kb. 2017-ben már elkezdődött bennem a megfogalmazódása annak, hogy ezt a működési modellt előbb-utóbb újra fogják gombolni, amiben mi élünk. És azért fogják újra gombolni, mert egész egyszerűen gyorsul a tempó, és nem engedheti meg a fogyasztói kapitalizmus magának az unalom élményét. És azt tudni kell egyébként, hogy a belső égésű dízelmotorokban rengeteg energiát raktak a fejlesztésbe. Hát tulajdonképpen magában az autógyártásban a Formula 1, mint sport arról szól, hogy folyamatosan építik föl azokat a vívmányokat, amivel egyre élhetőbb lesz az autózás. Magyarán most egy dízel autónak, ami megfelel a szabványoknak, meg az elvárásoknak, tulajdonképpen már alig van károsanyag kibocsátás. Ez teljesen igaz. Úgyhogy ez nem azért van, mert ez egy környezetvédelmi igény. Mint ahogy a fővárosban sem a környezetvédelemről szól az autós forgalomnak az akadályozása. Hát hogyha arról lenne szó, hogy a környezetet akarom védeni, akkor először megteremtem a keretrendszert, a keretrendszert felépítem, hozzászoktatom a fogyasztó réteget. Itt arról van szó, hogy ha legyártunk egy új garnitúra autót, és azt megvetetjük mindenhol a világon mindenkivel, akkor egy csomó minden mást is kell hozzávenni. Egész egyszer meg kell érteni, hogy az egész világunk egy olyan irányba megy el, hogy amikor fölvetődnek azok a kérdések, hogy fúj, utálom az akkumulátort, és vége, ellenőrzik az életemet, és ezt csinálják, és azt csinálják, de közben ki csinálja meg, hogy oké, nem használom a telefont. Erre mondtam oké, azt, hogy vagy valaki jelentkezik, mint a Hamas. Nem gyártok a YouTube-ra videókat. Nem fogalmazom meg olyan platformon a véleményemet, amúgy se fogok tudni tenni ellene, mert az algoritmust hízdalom, magyarán a Matrix valóvá válik a Matrix film témája, bármit teszek, a történetet gömbölyítem. Na jó, magyarán, de azért csak meg kell találni hát, azt, ha már egyensúlyt mondtál, hogy akkor hová, hogy képtelen, hová telepítik képtelen ezeket a gyárakat, meg 88 tonnányi magzatkárosító anyag, az hiszen nem férhet hát bele. Van egy barátom, aki Fehérváron gokártpályát üzemeltet, óriási elektromos autó pártoló. Mindenféle magyarázatokat mondott nekem ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sokáig elél a akkumulátor, alig kell szerelni, nincs káros anyagkibocsátás. Jó, fölvetettem, hogy azt ne felejtsük el azért, hogy az emberek egy elektromos smogba ülnek, és mindenkinek a kis heregolyója, meg a méh az kapja majd a sugárzást, az egy másik kérdés, de hogy ez milyen hosszú távon jó lesz, és akkor majd ez behozza, amit ront. Oké, mondom, de hát képzeld el, ha megveszed azt az elektromos autót, és örök életre jó. Hát nem működik. Hát újabb de és még nem láttuk, tehát néhány éve van, tehát még nem láttuk az örök életre szóló elektromos autókat. Tehát a Mercedes gyár, mikor a klasszik 121-es Merciket gyártotta, amit azért vettél meg, mert 30 évig volt jó, abban majdnem csődbe ment a Mercedes gyár. Na de térjünk vissza azért, ha már gyár, tényleg a gyárhoz, meg ehhez a szennyezéshez, illetve ahhoz, hogy ugye
háromszor 10 milliós bírságot kapott a gyár ezekért a szennyezésekért, hát miközben a 2022-ben ugye 1631 milliárd forint árbevételt és 31 milliárd forint nyereséget könyvelt el, tehát hogy vajon érdekli a gyárat ez a 3x10 milliós büntetés? Bocsánat, csak még hozzáteszek, tehát Isten hozott a kapitalizmusba, ne felejtsük el az antibiotikummal tartott háztáji állatokat, a felvágottakat, a stb. Tehát a sok rákeltő, meg romboló cucc felé, amit kapunk, berakhatod a következőt. És amíg tehát akkor ez a 88 tonna magzatkárosító anyag. Jönni fog magzatkárosító anyag, jönni fog taktikai atomfegyver, kalacsnyikovot fogunk forgalmazni, tehát alapvetően velünk van probléma. Botond? Hát na igen, ezt akarom mondani, hogy kicsit térjünk vissza szerintem a magyar valósághoz. De itt az elvi filozófiai viták szintjén boncolgattuk az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt percekben, hogy most kell-e az elektromos autózás, vagy nem, környezetbaráte, vagy környezetkárosító, és ilyen állás szerintem nekünk itt nem erről kell ma Magyarországon beszélni, hanem az a gyár, amelyik ezen megfontolás mentén gyártja az akkumulátort, az környezetkárosító, vagy nem? És az a szomorú valóság, hogy brutálisan az, itt, ami a Gödi esetben kiderült. És ugye volt az előbb az a kérdésed, hogy ezt vajon, ez hogy lehetséges, hogy ezt megteheti ez a gyár? Hát úgy, hogy gyakorlatilag az állam megszűnik létezni. Tehát az állam, mint ahogyan ma is vannak Magyarországon no-go zónák és olyan szegregátumok, ahova nem megy be az állam érvényesíteni az akaratát, akár a védőnökkel, akár a gyerekvédelmi, akár is a többi, mindegy, zárója bezárva, úgy ez is egy olyan no-go zóna gyakorlatilag az államnak. Te most cigányoztál egyet? Nem, én most szegregátumoztam. Ahol, ami egy szegregátumként, no-go-zónaként működik a Gödi akkumulátorgyár, és nem megy oda az állam érvényesíteni az akaratát, és tudatosan nem megy oda, hiszen nem véletlenül szervezte be az önálló hatóságokat a kormányhivatal rendszerébe, nem véletlenül szűnt meg a műszaki biztonságnak, a munkabiztonságnak a külön önálló hatósága, és lett belőle egy kormányhivatali osztály. Nem tudom, hogy azt tudjátok-e, hogy a munkabiztonságban 2010-ben hány ember dolgozott, nagyjából 1500 munkavédelmi biztos, tavaly évben pedig 48 darab. És kiszámolták, hogy arra, annak az esélye, hogy egy céghez visszamenjen még egyszer ellenőrizni, ott gyakorlatilag 20 évnek el kell telnie. Na, de Szijjártó Péter ellenben mindig el szoktam mondani, ha emlékeztek rá, amikor az akkumulátorgyárakat bárki kritika alá vonta, hogy itt Magyarországon szigorúbb környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásokat kell betartsanak ezek a gyárak, mint Németországban vagy Nyugat-Európában. És ezzel nyugtatta ugye a magyar közvéleményt. Most ez, vagy mi nem látunk nem valamit. Nem kell aggódnia, mert ugye beüzemelték a szénerőműveket. Vagy mi nem látunk valamit, vagy ez egy ordas nagy hazugság sajnos a külügyminiszter részéről, mert a helyzet az inkább tényleg az, hogy Máté elmondja egyrészt jogalkotási szempontból, hogy még a környezetvédelmi jogszabály sem igazán alkalmas arra, a 90-es évek környékén készített jogszabály sem alkalmas arra, de azok alapján most mi itt eljárjunk. Kettő, a jogszabálynak érvényt szerezni hivatott hatóság szintén nem jár el. Hát milyen dolog az, hogy a hatóság nem írja elő monitoring kutaknak az ásását, azaz egy létező kút, ami volt a gyár területén, azt az építkezés közben fogta a gyár és betemette, és újat nem ásatott velük, és az a hatóság volt, amik nem ásatott velük kutat, mert azt mondta, hogy környezetre nem jelent különös veszélyt ez a gyár. Akkor utána milyen dolog az, hogy 2023-ban tavaly egy környezetvédelmi felülvizsgálatra végül is rászorítják a gyárat, amiben maga a környezetvédelmi hatóság nem végez méréseket, hanem a gyár végzi el a méréseket, és abban a mérésben megcsinálja ugye azt, amire te is itt utaltál, hogy rossz jogszabályi összehasonlító adatot közöl, tehát a nem tudom én kiírtam itt valamit, pont ennek az NMP-nek, a jogszabályban határozott felső korlátja az 2 mg per köbméter lenne, ehelyett ebben a felülvizsgálatban azt mondta a gyár, hogy rossz számot hozva 150 mg per köbméterre megfelel. Jó, én mélyen nem értek azzal egyet, hogy azért áll ez a helyzet elő, mert az állam nem működik. Az a helyzet, hogy az államnak ez az érdeke, ezt mondta, hogy ez az ő érdekük, és ez részben a magyar emberek mentalitásából következik. Az a helyzet, hogy
ezek a gyárak brutális bevételt termelnek, meglehetősen megdobják az adóbevételeket. Nem is feltétlenül közvetlenül, mert mindig jön a kibogozás annak, hogy de nem is igaz, mert ennyi támogatást kapott, egy frászt, mert ugye ott van személyi jövedelemadóban, akkor a gazdaságélénkítő hatása, a különböző beszállítók, amit fizetnek. Ami simán is egyszerűen a pőre fogyasztás, meg az, hogy akkor legyen. Nézzük meg a Gödi gyár, ami egyébként nem kínai, tehát ugye koreai a Samsung, mint a CATL is Debrecenben, Mike Pércsen. Ugye nyugati szövetségi rendszer része Dél-Korea. Demokrácia. Tessék? Demokrácia. Abszolút. Szóval, hogy nézzük meg az eredményeket Gödön. A környező szavazókörökben is nyert a Fidesz fölényesen 22-ben, mert ugye a közvetlen, a többség számára a közvetlen előnyök azok fontosabbak, mint hogy mondjuk adott esetben mi történik ott az ivóvízzel 20 év múlva. Ez van mögött. Hát, ha emiatt nyer, miért szerinted csak az akkumulátorgyár alapján nyeri meg a Fidesz a választást? Ha az ő személyes nem a migráns, élet... meg az egyéb politikai tematizálás. Gödör, migráns. Én látom magam. Migránsozás. Az az igazság, hogy nem túlértékeljük ezt a migráns témát különben. Tehát vannak, akik érzékenyek a politikai nyelvezetre, de sokat elfeledkeznek a politikai szereplők arról, hogy az emberek többsége az hasával, meg pénztárcájával szavaz. Meg amíg a magyar emberek... De a Gödi gyárban kik dolgoznak? Ti néztétek? Vagy hát Gödiek dolgoznak? Jelentős részben nem. Nem viccelek, nem dolgoznak, hanem arról van szó, hogy például, ami járulékos munkahely teremtés jelenti, és a büfés, a beszállító és a többi a gyár mellett, akkor meg az jár, nem ő fogott dolgozni, hát ami a településnek kvázi egy fejlődés, illetve amit azt mondják, hogy megkaptok direktben pénzt, főleg, hogyha leváltjátok azt a nyomi momentumost, és helyette itt van a derék Fideszes kammerer. És cserébe eljön a 88 tonna magzatkárosító anyagot. Hát és ráadásul 150 milliárd forinttal támogatta, ugye senki, a magyar állam. Ez Samsungból viaskodó milyen momentumost lemondatták, és ezek után a Gödiek megválasztottak egy Fidesz által támogatott jelöltet. Hát ne innen mondjuk már meg ebből a stúdióból, hogy hogyan... De miért a 88-on a magzatkárosító anyagot nem lehet kritika alá vonni ebből a stúdióból, azért, mert nem Gödön élünk? De lehet. Hát dehogy nem, erről beszélünk. Hát te mondod, hogy csak a Gödiek beszélhetnek a Gödiek ügyéről, mert azok megszavazták a Fidesz, tehát akkor rendben van. Hát semmilyet nem mondtam. Azt mondtam, hogy ne akarjuk jobban tudni a Gödiek helyett, hogy a Gödiek mit akarnak, és ez egy érdekes jelenség, amit meg kell nézni. És az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy sokak számára az prioritás, hogy milyen lesz szerintük az életkörülményük, meg a gyerekük életkörülménye 5-10-15 év múlva, a többség számára nem ez a prioritás. Ezt mondtam, nem azt mondtam, hogy ne szóljunk bele. Mert nem gondol bele abba, hogy ez a 88 tonna magzatkárosító, ez egyáltalán van, nem jut el hozzá a hír, azt se tudja, hogy ez van. A környezetvédelmi hatóság kiadja, hogy rendben van minden, tehát nem gondolod, hogy megemezetettek az ember. De várjál, egy a lényeg. Nem? Itt elmentünk egy olyan vitába, hogy azt akarjuk ebből kihozni, hogy mi támogatjuk azt, hogy magzatkárosító anyag kerül a vízbe. Szó nincs ilyesmiről. Ez kritikára érdemes, és felül kell vizsgálni, és hogy a Máté mondta, meg kéne teremteni megfelelő... Effektíve úgy indítottam, hogy ez rablógazdálkodásnak hívják, és felőle egy fél akkumulátorgyár. Igen, de nem oda érkezünk meg, mert fontos ez, amit mondtok, mind az összes érv, de hogy akkor mi a feladat? És az pontosan az, hogy igenis a hatóság vegye komolyan, állapítsanak meg új, tartassa be, igenis, ezt szeretnénk látni, bírságoljon, legyenek olyan jogszabályok, legyenek a laboratóriumok, tehát látjuk szerintem a feladatot, és ezt szeretnénk. A feladat az elsősorban az, hogy az Unió azonnal vonja vissza a határidőt az elektromos autók kizárólagos gyártására vonatkozólag. De ez is egyetértünk. Ez reális, hogy elérjük ezt itt Magyarországon. Egyébként van erről beszélgetés már. Magyarország azt mondja, hogy mint ahogyan a Mi Hazánk javasolt, hogy ne 10 millió legyen a bírság, meg ne, és akkor most megemetik 100 millió, hanem 1 milliárd legyen a bírság. Na az reális, azt el tudná a magyar kormány dönteni. Ezért kérdezem, hogy pont ezt kérdeztem, hogy érdekli-e, ami most van. Hát ez nyilván ez a 30 millió nem érdekelte őket, azért az 1 milliárd már lehet, hogy azért kicsit... Az, azért, csak meg lehet emelni olyan szintre, hogy csak a Mi Hazánknál egy véleményem a Mi Hazánkkal kapcsolatban, és ezt nem bántólag mondom. Tehát könnyű ezeket mondogatni, amiket háttérhatalommal, elitizmussal szemben megfogalmazunk, és tök rendjén való. Megértem, elfogadom, és oké.
Csak amikor egy kormányzó pozícióba kerülsz, akkor hirtelen megjelenik az a pont, hogy a háttérhatalommal tárgyalnod kell. Meg ezzel az elittel is beszélni kell, és egyszer csak jön egy telefon, hogy kis barátom, szeretné elveszteni 100 000 munkahelyet Magyarországon, most így hirtelen, mert bezárunk X gyárat. És akkor hirtelen szembesülsz egy olyan dologgal, hogy nincs magzatkárosító anyag, viszont éhséglázadás van. Ja, tehát értem. Ezért mondom... Akkor jó az a magzatkárosító anyag. Nem jó a magzatkárosító anyag. Nem, az a baj, hogy nem vagy, nincs finom hangolásod. Annyira nem, azt mondod, hogy oda telefonálnak Orbán Viktornak a háttérhatalom, tehát egy, el kell fogadni a politika finom mechanika, ellenzéki pozícióból mindig könnyű beszélni. Látjuk a háborúval kapcsolatban, a Covid-dal kapcsolatban iszonyatos érdekek és lobbik működnek. Tehát itt abszolút helyes az, hogy figyelni kell a szabályozásra, stb. Stb. De egy a lényeg, hogy meg kell érteni azt, hogy közben munkahelyeket kell teremteni, meg a kell... A filippinoknak. Nem csak a filippinoknak. Nehogy Laci... már kiegyezzük, hogy a filippinok szóval elveszik a magyarok munkáját. Miért nem veszik el? Dehogy veszik el. Nem veszik? Nem szállítják a magyar béreket? Te dolgoztál gazdaságban? Tényleg? Igen, egyébként most is dolgozom. Na, én most dolgozom a gazdaságban. Nem az volt, hogy kirúgták a magyarokat, és utána felvették a filippinokat? Nem találsz magyar munkaerőt. A magyarok már nem végeznek el. Akkor miért van az, hogy kirúgják a magyart, és helyükre veszik fel vendégmunkást? Én nem történt ilyen? Hát heti szinten van ilyen botrány. Salgó, Tarján, Makó. Így minden hétre jut egy ilyen botrány. És ennek ellenére mindemellett jelentős munkaerő hiány van. Hiány van az ágazatok döntő többségében. Ezt azért vegyük hozzá, nem lenne munkaerő hiány, akkor nem lenne egy fél vendégmunkás. Hát akkor lehet, hogy nem kellene ide telepíteni olyan óriási munkaerő igényes gyárakat, amiben pont, hogy a nem létező munkaerő kellene, hogy itt legyen. És azon nem itt meg a telepítés, ugye, amit most már harmadszor próbálok megkérdezni, ugye, hogy mondtad itt, hogy hát akkor egyensúlyra kell törekedni, de akkor ez nem lenne megoldás, hogy mondjuk nem lakott terület teljes szomszédságába építik ezeket a gyárakat? De ez nyilvánvaló, hogy feltételrendszert kell. De hogy még ezt sem érte el a kormány. Megérkeztünk a valódi feladatokhoz. Ez az, amikor elkezdünk beszélni. Tehát most az, hogy így azt van, mondom, hogy... lejövünk a filozófiától. Ilyen, olyan, hát csak most jár, nagyjából ennek a témának az ideje. Alapvetően az a megoldás, hogy az akkumulátorgyárok döntő többségét vigyék innen a fenébe, csak legyünk azzal tisztában, hogy ez gazdasági nehézséget fog okozni a magyaroknak. Szerintem ez megéri, de hát lássuk már a túloldal, itt nem csupán arról van szó, hogy az állam vagy a kormánynak ösztökéli, ugye az ellenzéki éltelepülés Szeged büszkén jelentette be, hogy nem akkumulátorgyárat, de ráadásul kínai elektromos autógyárat fognak, amit viszont elkezdték kisajátítani ott a magyarok földjét, mert elkezdtek teljes utcákat megtervezni az ellenzéki önkormányzat a kínai beruházó kedvéért. Jön oda a BYD, mert, és hogy fogja ez érinteni a szegedieket? Talán a közvetlen környezeten túlmenően, meg akinek kisajátítják mondjuk ilyen-olyan tulajdonát, az túlmenően örülni fognak neki. Hát azért meg még valamit, szeretnék mondani, azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy eddig nem volt akkumulátorgyár. Persze, eddig nem volt akkumulátorgyár, de eddig a magyar kormánynak a pozíciója az Európai Unióval szemben egy olyan játékon alapult, amikor mindig ki tudott csavarni magának valamilyen pénzt vagy támogatást. De azt ne felejtsük ki, hogy megint a teljes játékot nézzük. Itt a legutoljára Brüsszelben az Orbán Viktor kezéből látványosan kicsavarták a vétót. Ez precedens értékű volt, megzsarolták az országot azzal, hogy bedöntik a forintot. Ha te ilyen hírek jönnek ki csak, amiről mi hallunk, mi mehetett a háttérbe? Tehát Magyarországnak ahhoz, hogy menedzselni tudja önmagát, és itt alapvetően mondom, világnézeti kérdés, hogy most azt nézzük, hogy egy olyan világot akarunk, ami szép és élhető, valóban erre van igénye az embereknek? Vagy telefonozni akarnak, vásárolni akarnak, enni akarnak, fogyasztani akarnak, filmet nézni akarnak, Netflixezni akarnak. Ez is egy fontos kérdés. Azt mondjuk, hogy ez filozófia, de ezt kell eldönteni. Viszont ha Magyarországnak az anyagi forrásait elveszik és állandóan zsarolt pozícióba lökik, akkor viszont kell keresni vonalakat, amin keresztül tudja finanszírozni magát ebbe a csúnya kapitalista, globalista világban. Ez teljesen világos. Igen, tehát ezért nem piacokat kellene mondjuk keressen, ahol eladja mondjuk a magyar élelmiszereket?
Igen, de ezt most már nem fogjuk tudni kinyitni ezt a vonalat. Hogy azt mondjuk egy mondatba a kérdésed, igen, amit háromszor feltettél, hogy de szerintem pontosan ezekkel kellene gondolkodni, hogy, és pontosan ez a jogszabályok feladata, a hatóság feladata, erről beszélek újragombolásként, hogy újra gondolni például, hogy távolabb kelljen helyezni az előírás alakott területektől a gyárakat, ez ugyanolyan, mint hogy ne termőföldre telepítsék a napelemeket, mert most már 6 gigawattnyi, tehát 6000 megawattnyi van az országban, nem mint amikor még csak 50 volt. Na ez az, amikor a jogalkotónak, a hatóságnak igenis újra kell gondolni, na ezek a feladatok, és szerintem ez az, amit mi befolyásolni tudunk, nem a nagy filozófia, meg akár az EU szintet sem feltétlenül, és ezek viszont valós feladatok, beszélni kell róla a károsanyag kibocsátásról, szén-dioxid kvótáról. És ugye mindig van egy dimenziója az EU-s, mondjuk az EU ETS rendszer, csak a szén-dioxid kvóta, mert azt is láttuk, hogy 10-szeresére nőtt a Gödi gyárnak a szén-dioxid kibocsátása is, csak hogy még egy dologról beszéljünk. Át kell gondolni, hogy mi az, ami hazai szabályozási szint, és igenis ezeket meg lehet szigorítani, lehet plusz előírásokat írni, amit András is mondott, például a teljes életciklusa az akkumulátornak, az annak az elejétől a végéig lehet magyar szinten szabályozni. Nem szigorítják. Hát azért, az mert hogyha szigorítanák, abban az esetben ezek a gyárok elhúznák a belüket. Ezért történik, ez folyik egy verseny, amelyben a magyar állam beleszállt, ő azzal akar kedvező piacot teremteni, kedvező beruházási környezetet teremteni, hogy meglazította a munkajogi jogszabályokat és meglazította a környezetvédelmi jogszabályokat. Amennyiben úgy beszigorítaná, mint Ausztria vagy Németország, akkor egy darab gyár nem lenne itt belőle. Hát csak kérdés, hogy ez a magyar embereknek megéri-e. A kárára történik, ez nem kérdés, ez nyilvánvaló. Ugorjunk akkor, bár itt még nagyon-nagyon sok mindent lehetne erről beszélni, de harmadik témánk. Egyébként itt fontos elmondani, hogy a felvétel időpontjában mi március 15-e előtt vagyunk egy nappal, és ugye jelenlegi hír, hogy Magyar Péter pártot szeretne alapítani, vagy hát erős a gyanú erre, március 15-ére gyűlést hívott össze Budapestre. Elmondása szerint célja egy harmadik erő létrehozása, mely a NER lebontásához kell. Szerinte harmadik erő csak akkor lehet sikeres, ha nem a meglévő ellenzékiekkel működik együtt. Egyelőre saját elmondása szerint is ő egy one-man show-t csinál, csapat és szakértők nélkül. A pártot nem fog alapítani. Nem vagy fog. Vagy is az ha pártot alapít, nézőink, tudják, az nem fog elindulni az EP választáson, ugyanis az tegnap előttig be kellett volna már jegyezni annak a pártnak, amelyik az EP választáson indulni akar, tehát amikor köztársasági elnök kiírta a választás időpontját. Tehát ő új párt alapítással már itt júniusban semmilyen versenyen nem vesz részt. Az, hogy talál-e valahol a használtcikk piacon valami alvó pártot, azt nem tudom, még ez is elképzelhető, de nagy valószínűség szerint a mögöttele álló emberek, ha valamit akar, akkor ezzel csöncselnek, nem mással. És van ebben lehetőség, illetve ez a harmadik út, ez valóban ő fogja ezt képviselni, Botond? Hát az a helyzet, ugye, hogy harmadik útról beszél, ami harmadik út azért évek óta létezik, most már 2022 óta a parlamentben is létezik, ott van a Mi Hazánk, még teljesen egyértelműen magáról deklarálja, hogy harmadik út, a plakátra azt írták fel, hogy se Orbán, se Gyurcsány, stb. Teljesen különös politikát folytat, a baloldali tömbtől elhatároltan és a kormánypolitikájától függetlenül, és annak a kritikusaként. Úgyhogy most azt mondani, hogy ő most jön a Magyar Péter és feltalálja itt a tutit, ami eddig még Magyarországon nem volt, ez nyilván ez egy ordas hazugság, hogy miért áll ez érdekében, az egy izgalmas dolog, magyarul, hogy ki áll ő mögötte, és miért kitalálta ki azt, hogy ő neki politikussá kell válni. Szerintem érdemes ezen gondolkozni, ugye amikor a legelőször a Partizánban megjelent az ominózus interjúban, akkor ott ő teljesen egyértelműen elmondta a Gulyás Mártonnak, hogy ő nem kíván belépni a pártpolitikába. Aztán utána telt múlt az idő, teljesen nyilvánvaló volt, mindenki tudta, hogy időközben dolgoztak keményen a háttérben a rogáni titkosszolgálati művek. Aztán utána volt egy Telex interjú, amiben már sokkal-sokkal finomabban fogalmazott, hogyha emlékeztek rá. Ott már nem is pontosan úgy volt, nem is úgy értette. És a kommunikációt egy az egyben ráterelte arra, hogy korrupció van Magyarországon, és akkor itt a korrupcióról kell beszélni. Gyakorlatilag szinte semmi mással nem foglalkozik. Amit tudjuk jól, hogy ezt mi is tudjuk, most már talán az ellenzéknek is eljutott a tudatáig, és a politikai elemzők is tudják, és a rogáni művek pedig aztán végképp tudják, hogy korrupciózással Magyarországon nem lehet politikai eredményt elérni. Ez egy feltételezés, amit te mondasz a rogáni művekről, szerintem a spontán folyamatok hozhatnak ugyanolyan eredményt. Elképzelhető, de az, hogy mindenképpen kapóra jön nekik, és ki tudják használni ezt az ügyet, az biztos. Szerintem indiferens nekik.
De ami történik, az teljesen egyértelműen... Szerintem nem igaz, mert ő elkezd harmadik utazni. Tehát a lényeg az, hogy van több százezer leszakadó szavazó a Fideszről. Ez világos, ebben biztosan egyetértünk. De az ember... hogy ez a több százezer szavazó vajon hol köt ki, az egy bizonytalansági faktor a Fidesz számára. De ne vicceljünk. Hogy az a több százezer szavazó valahova becsatornázza, szórakozzunk az azért az már egy fontos kérdés nekik. Ezt momentán leszakadó Fidesz szavazókat, most ezen a hadseregrendje mekkora, és hogy ezek hát hol mennek. Hát vicceljünk. De hogy ez, mérik persze, csak ez nem ez a dinamikája a dolgoknak. Szóval a leszakadó Fidesz szavazók azok két helyre tudnak menni. Egy protestpártot keresnek maguknak, mint az ellenzékiek is, és ilyen viccből, vagy nem tudom miből Dacból. Leszavaznak a kutyapártra adott esetben. Igen. Ez egyébként a kisebb rész a fideszeseknél, vagy pedig valamelyik volt jobbikos vezető által alapított párthoz mennek, ez ugye jelentheti a Mi Hazánkat nagyobb részben ez, illetve jelentheti Vona Gábort. Egyszerűen Magyar Péter nem beszél volt fideszesekhez. Magyar Péter csak és kizárólag a demokratikus karta törzsközönségéhez beszél, csak és kizárólag a galamuszkárosultakhoz, a DK-nyugdíjasokhoz, ezekhez beszél. Egy darab csalódott fideszeshez nem beszél Magyar Péter, és egy darab csalódott fideszes is nincsen. Mondhatja, hogy se Orbán, se Gyurcsány, de hát ő a quintesszenciája az Orbánnak, meg a Gyurcsánynak. Orbán Viktor tartotta el! Most pedig a gyurcsányi nyugdíjasoknak az álomban ökene. Pont ezt akartam kérdezni, Orbán Gyurcsány. Hogy mennyire tudja ezt hitelesen képviselni, hogy a kormány ugye Fideszhez sem húz, úgyhogy ugye a diplomata múltjával, vagy éppen Varga Judit volt férjeként, azért ő itt végig azt tisztált bizonyos dolgokat, nem tudom, akkor Máté erről. Szerintem ez izgalmas, amit András mond, és hajlok rá, hogy tehát én is azt kerestve, hogy kikhez tud egyáltalán szólni, tehát hol van az a, legyünk nagyon kapitalisták, hol van az a piaci rés, amiben ő meg tud érkezni, és én nem nagyon látom. Tehát én hogy tényleg felmondja azokat a kötelezőket, ahogy Botond is mondja, tehát amit ismerünk és hallunk, és nincs benne új a rendszer korrupciója, hát ez a folyamatos mondása a DK, meg ezekből az irányokból, meg a Népszava, meg nem tudom, tehát ugyanez, tehát nincs ebben új történet, hogy kikhez akar ő szólni, nyilván az is egy vicces dolog, hogy megint valaki kinevezi magát tényleg harmadik útnak, és Jakab Péter is harmadik út, és Vona is harmadik út, tehát pont ez az, hogy már annyi harmadik út van, tehát ez a hatodik harmadik út, tehát ez az USA-ba számoznak így nagyon furán, ugye, kereszteződéseket, meg hát, hogy elég nehéz mondjuk a New York-i tömegközlekedésben emiatt is navigálni, hogy én se látom azt, akiknek ő igazából szólni tudna, hát kiket tud, tehát én nem nagyon hiszek benne, hogy a Fidesztől ő tud leszakítani, de abban se hiszek, hogy mondjuk a DK-tól el fogja lopni az egyébként pártűség okán odaszavazó, ugyanezen érvek mentén odaszavazókat. De a Momentumtól ellophat, egyébként pont Jakabtól ellophat, szóval azért onnan van, de hogy az nem a Fidesztől is egyébként, nem a Mi Hazánktól, hanem a Mi Hazánk. Szerintem ebben nem értek egyet veled, tehát vagy akkor ti nem látjátok azt a szavazó réteget, aki egyébként mondjuk például a potenciális Mi Hazánk szavazó is. Tehát nekem barátaim is, ismerőseim is hívnak fel és mondják, hogy te láttad ezt a Magyar Pétert? Jaj, de jó, mondták az elején, jaj, de jókat mond, jaj, de igazakat mond. Ő letette a hitet továbbra is, hogy ő ezt a konzervatív álláspontot ezek csalódott képvisele. Hát de akkor erről beszélek. Elmondta, hogy ezt az értékrendet képviseli, ő továbbra is megmaradt fideszesnek, de hát meg kell tisztítani ezt az országot, kormányváltás kell. Ne vicceljünk már. Érted? Bőven van olyan, aki átmer. Bőven van olyan, aki megvezet. Ez azért izgalmas. Ki az az ember? Ki az ember, aki azért, csak meg vagyok azért szavaz rád, mert te elkezded őt szídni. Amikor ugyanis felsorolsz a NER bűneként olyan dolgokat, amelyek legalább egy évtizede ismertek, és ennek tudatában szavaz oda egy ember sokszor, abban az esetben elkezd téged ez az aktor szídni. Azt mondja, hogy te hülye vagy, hiszen ezek mi a ellenére szavaztál oda. Így élő embert még nem nyertek meg a politikában. Kivéve, hogy az szerte. Aktor, aki jön, az azt mondja, hogy én ugyanolyan hülye vagyok ilyen szempontból, mint te, mert én onnan jövök. Én is ott ültem a reggeliken a Gulyás Gergőben. Nekem azért érdekes, amit mondasz, hogy én ezt nem tudtam elképzelni, hogy valaki a Magyar Péterben messiást lásson, mert nekem most felderengett a Brian életének, ugye, amikor a prédikátorok egymás mellett szónokolnak, akkor az a legmeglepőbb, hogy azt kezdi követni a szentököt, ugye, hogy Elemezni kéne azt, hogy mi az a probléma, amivel a Fidesz szembenéz.
És ez nem a Magyar Péter. Nem. Tehát a Fidesz az az a problémával néz szembe, ami nem is közvetlen károkat okoz, hanem egy hosszabb távú probléma lehet a számukra, az az, hogy a önmaguk által megfogalmazott erkölcsi, etikai fundamentumuk, az sérült meg. Tehát itt a számukra ez a probléma. Nekik ezt kell valamilyen módon kiegyensúlyozni és helyreállítani. A Magyar Péter jelensége az semmi másról nem szól, mint hogy ezt az erkölcsi és etikai fundamentumot cibálja. Tehát annak a közönségnek szól, aki ez alapján fogalmazza meg magát a pártpolitikai piacon. Lehet ez a Mi Hazánk, lehet a baloldali ellenzék, tehát nyilvánvaló erre a piacra lő a dolog. Az, hogyha most te ilyen orbáni boszorkánykonyhára gondolsz, akkor lehet mögötte ilyen megfejtés, hogy vesztettünk el szavazókat, és akkor még inkább polarizáljuk az ellenzéki közeget, és akkor nem tudnak összeerősödni. De ez igazán nem nagyon fenyeget különben, tehát én nem hagynám ki az emberi tényezőt a Magyar Péternek. Persze, a személyében. Én azt gondolom, hogy gyerekek, itt 10 éven keresztül van az egyértelmű. A legjobb munkahelyeken volt. Beszél itt dohos lakásokról, de ne nevettesek. Ugye már ki diplomata volt. Dohos lakásokkal, meg jobban kerestem diplomataként, csak hazajöttem. Semmi. Élt egy csaj mellett, akit én nagyon bírok egyébként, szerintem az egyik legképességesebb magyar politikus nő, és azt gondolom különben, hogy ezzel, hogy lemondott, mentették is a karakterét, tehát a Varga Judittal még fogunk találkozni, nekem ez meggyőződésem, és nem is feltétlenül baj, hogyha találkozunk vele, de azért gondoljunk bele abba, hogy van egy férfi, aki most már évek óta úgy él, és ezzel nem focista feleségezem, de figyelj, drágám, el kell mennem a kormánygyűlésre, légy szíves, pelenkázz be a gyerekeket, aztán utána vidd el őket az iskolába, és a többi. Jó, most hol vagy? A diákhiteligazgatóságon? Mennyi ott a lóvé? És fogják magukat, és egyik pillanatról a másikra te ennek áldozata leszel. Ennek a történetnek. És már nem is a feleséged, mert már rég másra randevúzik, érted? Jó, és ebben egyébként azt hiszem, hogy egyiket ez a lelki tényező alapvetően ott van, de mindeközben az is ott van, és ezért a Mi Hazánkos idegességet én legkevésbé sem értem. Toroczkai László egy pici délvidéki, déli határ menti falu polgármestereként alapított Jobbik maradványokból egy új pártot. Ez az űrge jött Buda szívéből. Így teljes a budai kép. És ezért gondolom, hogy egyébként alapvetően nem veszélyes a Fideszre. Ugye most lett teljes. Rajzoljunk körbe, hogy a egy főre eső GDP hol ad ki Magyarországon legmagasabb értéket. Az körbe rajzolod, és ki fog jönni az, hogy a legbaloldali ellenzékibb szavazó körzetek, amelyekhez most megérkezett Magyar Péter. Eddig voltak ott a privatizátorok, eddig voltak ott a SZDSZ-es szociológusok, eddig voltak ott a NER-ből kiszuperált médiamunkások, na és akkor most megkapták még a Rozé Fröccsös Tiborz Jackis izé figurát is, így teljes az elit. Hát egy panel, és ezzel szemben van a Fidesz, és részben a Mi Hazánk, és még aki ebbe be tud törni, akik az ellenelitet képviselik. Én Magyar Pétertől baromira nem. Ugyanaz a 100 ember lájkolja körbe, aki kim volt a tüntetésen, ugyanazok verik magukat, akik évek óta összefogás hisziben vannak, ugyanazok, akik eltartották az összes ilyen létező nagy ellenzéki hype-ot, egy grammal sem más. És egyébként nekem alapvetően a Szabad Demokraták Szövetségéről a 94-es koalíció kötés leszámítva, ami egyébként szerintem tévútra vitte Magyarországot, ez volt az ősbűn, nincsen olyan rossz véleményem, nem tartom ez egy ördögi formációnak, mint ahogy ezt a magyar jobboldalon szokták, de szűnjön már meg, tényleg így, nem tudom, szűnjön már meg. Ha megnézed rendesen az interjúkat,
panelpuffogtatás. Az hát persze, tehát lózongok. Sima panelokat elmondja, most már fejlesztett, mert a tegnapi 444-es interjúba belehallgattam, és ott azt mondta, hogy Belgiumban életre valóbb gyerekeket nevelnek, mint Magyarországon, és hogyha egy belgát ledobsz egy afrikai környezetbe, akkor is életben marad. Hát a belga Kongó tudna mesélni. Hát az a Belgium, az lehet, de az két lesz. Ezt mondja el egy pár szót. Tehát, hogy igazából szerintem ez egy ilyen fölfújtófi az egész. Hát meg egy jelenek, a Medián ugye mégis lemérte, hogy az őt ismerő körében 13%-os lenne. Nem, azt mérte le, hogy egy okonszer listán kellett beállítani, hogy felállítottak egy skálát, hogyha saját pártal indulna el, és akkor aztán van, egy magyarul létrehoztak egy olyan környezetet, vagy egy olyan narratívát, amiben ki lehetett hozni egy jó magas számot. Persze, ez egy buborék. Mindenki csinál buborék. Hát de saját maga is látszik, elmondja, hogy építik valakik, de közben mégis azért a hitelességéről mondjuk már el azt, hogy ő maga elmondja, hogy ő egy one man show. Na ezt akartam mondani, senki, hogy teljesen egyedül van. Elmondja, hogy semmi szakértői gárda, meg ilyesmi nincs. Azt hiszem már Szeged szóba került, akkor azért arról emlékezzünk meg, hogy a tegnapi nap, a felvétel napján tegnapi nap, holnap megy adásba, akkor tehát akkor tegnap. Nem, vasárnap. Vasárnap, akkor a hét közepén az ATV Egyenes Beszéd című műsorában az oldalán Szabó Bálinttal jelent meg ez a jó ember. Szabó Bálint, ugye, aki a vasi szocialista botrányokban tűnt fel a 2000-es évek közepén. Mire szabadlábon? És azzal vívott ki országos figyelmet és tartott sajtótájékoztatókat, hogy őt a vasi romák megerőszakolták, az ifjú szocialisták különböző ilyen mindenféle belső, így van. Majd aztán feltűnt Gyurcsány Ferenc porond mestereként. A heti válasznál turnézott egyet, hogy ő tudja, hogy kiszivárogtatta ki az összöri beszédet, mert ő vigyázott akkor Totó kutyára, aki addigra már halott volt. Pontosabban nem ő, hanem hogy hívják a dél-amerikai terroristát, most nem mit eszembe a neve, de hogy ezt ő Szabó Bálint házalt ezzel, majd feltűnt Lázár János környezetében, Szegeden Botka Lászlóval szemben, majd azzal került be megint az országos hírekbe, hogy őt elrabolták, és egy alsógatyába, egy bálához kötötték, szintén Szeged határában. Na, ő érkezett meg Magyar Péterrel a hét közepén az Egyenes Beszéd stúdiójába. Sok sikert kívánok nekik! Hogy is mondjam csak, még tudnék erős egy-két ilyen embert mondani, akit össze kéne gyűjteni a harmadik erőként. Én a pszichiátriát javasolnám pártnévben. A szürke Jedik. De. A szürke Jedik. Hát akkor meglátjuk, nézőink már egyébként vasárnapra azt is tudják, hogy mi lett a párt neve, hogyha ez valóban létrejön. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!